A végéhez közelít a munka, az utolsó simításokat végzik a péntek esti megnyitó előtt a Gárdonyi Rönkvárban. Az egri vár kicsinyített mását építették fel fából, itt Gárdony határában. A beruházás része volt annak a turisztikai fejlesztésnek, mely uniós támogatás segítségével valósulhatott meg a kisvárosban. A várba turisztikai attrakciókat, interaktív játékokat terveznek a nyárra a szervezők. A péntek este 6-kor kezdődő megnyitón például az egri csatát mutatják majd be a hagyományőrzők segítségével a szervezők. Az 1500-as évek Magyarországának korát, magának a regénynek a cselekményét picit jobban el tudják itt játszani. Úgy tervezzük, hogy óránként indítunk ilyen látogatásokat. Lesznek olyanok, ami kiajánlott moduljaink lesznek. Kazamaták, több vártorony és egy színpad is létesült a Rönkvárban. Erre szabadtéri koncerteket és előadásokat szeretnének rendezni. Sikeres Európai Uniós pályázaton vagyunk részben túl. Ez a Gárdonyi Géza sétány Agárd nevezetességeit tárja fel. De nem csak a Rönkvár, a megújult Gárdonyi Emlékház és az agárdi termárfürdő is részesült a pályázati pénzből. A város a már meglévő értékeket benne a nádasdi obeliszkkel szerette volna egységesíteni a tematikus sétány kialakításával. A fejlesztésektől komoly bevételt és turisztikai vonzerőt remél Gárdony önkormányzata. Komoly bevételre számítunk, talán a legtöbb bevételt a fürdőnél reméljük, hisz a fürdőnek a fedett medencéje azok kielégítették az igényeket, viszont a tavasz időszaktól udvaron jóidős szabadtéri medencénk nem nagyon volt, így ott gyors megtérülést várunk. A Rönkvár tehát e hét pénteken, a termárfürdő külső wellness és élménymedence rendszere pedig május végén nyitja meg a kapuit a nagyközönség előtt. A projekt lezárultával további fejlesztéseken gondolkozik az önkormányzat, amik még színesebbé tetik a város turisztikai palettáját.